Érdekes az is, hogy vannak olyan jelenségek, amelyeket a tudomány mostani megközelítésével nem lehet megmagyarázni. És ilyen esetekben az ember elvárná a tudománytól, hogy alternatív elméleteket és magyarázatokat keressen, ennek ellenére azt látjuk, hogy egy elég erőteljes, görcsös ragaszkodás van a materialista megközelítés felé, legalábbis a tudomány fő vonulatában. De egyetlen ilyen utalás, amit tenni szeretnék, ez a halálközeli élményeknek a köre. A lényege az, hogy krízis helyzetbe került emberek baleset vagy műtét során olyan tapasztalatra tesznek szert, hogy a tudatuk elszakad a testüktől, és egy külső pontból, a testüktől független helyről látják, érzékelik a külvilágot, beleértve a saját testüket is, aminek általában addig hitték magukat. Szóval ez a féle tapasztalat, amely mára gyakorlatilag tudományos igazolást nyert, nagyon szigorú vizsgálatok segítségével, pillanatnyilag nem rendelkezik tudományos magyarázattal, és ezért a legtöbb tudós nem is szeret hallani róla, vagy beszélni róla, éppen azért, mert egyszerűen kilóg a paradigmából, úgymond. Nem lehet bepasszírozni, mert hogyha a tudatot az agy termeli, és az agy itt van, akkor hogy van a tudat ott? Ugye? Kész. Megállt a tudomány. Ugye ez nem lehet ezen a módon megmagyarázni. Akkor legjobb, ha nem veszünk tudomást a jelenségről, vagy legalábbis minél kevésbé. Szóval ilyen szempontból nem csak, hogy nem rendelkezik biztos alátámasztással a materialista tudatkoncepció, de nagyon súlyos kihívásokkal néz szembe napjainkban, és azt hiszem, hogy előbb-utóbb ezt a kesztyűt fel kell venni a tudománynak, hogyha a valóság és az igazság valódi megértésére törekszik. És ebből a szempontból én elképzelhetőnek tartom, hogy a tudomány fokozatosan közelíteni fog valamilyen dualisztikus elképzeléshez. Ugye ennek az alapja az, hogy a tudat nem anyagi természetű, hanem a tudat egy transzcendens, vagyis anyagi érzékekkel, anyagi megközelítéssel láthatatlan forrásból ered. De, szóval nem lehet mikroszkóp alá tenni, nem lehet bonctükkel kifeszíteni és további alkotó elemeire bontani, mert nem anyagi. Szóval az általunk ismert és használható, koordinálható anyagi eszközökkel nem lehet a nyomára jutni. De éppen a tudat jelensége az, ami utal a létezésére.